A fejlesztések kézzelfoghatóak és látványosak a térségben, emelte ki a képviselő, bár a koronavírus járvány rengeteg veszteséget okozott az elmúlt években, soha nem látott beruházások valósultak meg. A Magyar Falu programnak köszönhetően 67 kilométer új utat adtak át, több mint 120 sikeres pályázat keretében. Óvodák, bölcsödék és önkormányzatok, közintézmények épületei újultak meg, korszerűsödtek a belvíz elvezető rendszerek. Az ipari fejlesztések pedig hozzájárultak a gazdaság élénkítéséhez. A választókerületünk önkormányzatai, közösségei 127 Európai Uniós területfejlesztési operatív programbeli pályázatot valósítottak meg. Egy fél tucat az, aminek az építése folyamatban van. Tehát ez azt jelenti, hogy 120 pályázat megvalósult, és itt nagy volumenű pályázatokra kell gondolni. A legkisebb pályázat is több 10 millió forintos, a legnagyobb pedig a Nyírbátori Ipari Park fejlesztése volt, amit idén ősszel Palkovics miniszter úr jóvoltából átadhatunk. Ez egy 1,2 milliárd forintos támogatási összegű pályázat, aminek az összértéke több mint 2 milliárd forint volt. És ilyen formán az a 4,5-5 ezer ember, aki a Nyírbátori Ipari Parkba nap mint nap bejár, sokkal nagyobb biztonságban teszi ezt, nagyobb biztonságban működnek az ottani üzemek. 127 Európai Uniós területfejlesztési program összesen 24 milliárd forintot jelent a térség számára. A beruházásoknak köszönhetően a szolgáltatások színvonala is javult, 13 településen helyi termelői piacot alakítottak ki, és egy új hűtőház építése is folyamatban van Újfehértún a gazdaságfejlesztési programnak köszönhetően. A Szabolcsi Alma Centrumban feldolgozó üzem készült el összesen 10 milliárd forintból, amely nagy segítség a helyi gazdák számára. A feldolgozó ipari kapacitások kiépítése gőzerővel történik, Nyírbátorban, Nyírlugoson, Máriapócson és Újfehértún, ahol felavatták az új honvédelmi sportközpontot is. Ezek a beruházások új lendületet és több ezer munkahelyet jelentenek a térség számára. Szeptember 1-e pedig meghatározó dátum volt egy település életében. A kormány javaslatára a köztársasági elnök úr Nyírbogátot szeptember 1-ével várossá nyilvánította. Ez egy közös munkának az eredménye. Elismerte a köztársasági elnök úr a kormány javaslatára az itt folyó munkát. Inkább úgy fogalmaznék, hogy a köztársasági elnök úr a kormány javaslatára elismerte a térségben folyó munkát, mert hogy az, hogy a települést várossá avatták, az a térség nélkül elképzelhetetlen. Egy város azért város, hogy a térségét segíteni tudja, ez a véleményem. Így van ezzel Nyírbátor, Újfehértó, Máriapócs, Nagykálló, Nyírlugos, és ilyen formán örülünk, és egyben köszönjük azoknak a közösségeinknek a munkát, amelyek ebben segítettek nekünk. 10 kerékpárutat építettek, amelyek településeket kötnek össze, fejlesztve a térség infrastruktúráját és turisztikai megítélését. A Magyar Falu programban 150 kisebb-nagyobb volumenű pályázat valósult meg, mintegy 3 milliárd forint értékben. Közösségi terek, járdák, épületek és utak újultak meg. Simon Miklós szerint a koronavírus járvány az emberi közösségekre lesújtó hatást gyakorolt, de az 50 uniós nyertes pályázat, amely 7 milliárd forintos támogatást jelent az egyházi és civil szervezetek munkájának, új erőforrást ad a közösségek életének visszaállításához,